A februári hónap rendkívül izgalmas volt a magyar közéletben. Egy kegyelmi döntés miatt lemondott a köztársasági elnök, a Fidesznek az EP lista vezetője, valamint egy volt miniszter is. Youtuberek hívószavára pedig 150 ezer ember vonult utcára. Mindezek ellenére még mindig van ember, aki nem tudja, hogy mi áll a lemondások hátterében. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogyan működött a kormány közeli propaganda a botrány kiszivárgása után. Most miért engem mutatok? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt tedd el egy humorosba. Azt majd akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk. A mai az még jobb lesz, higgyétek el nekem. Szóval az egész ügy onnan indult, hogy a 444 február 2-án délelőtt megírta, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon pedofil ex-igazgatóját fedező bűntársának. A történet lényege, hogy a Bicskei Gyermekotthon igazgatója gyerekeket molesztált, és emiatt elítélték őt, viszont az igazgató helyettes megpróbálta az ügyet eltusolni, és megpróbálta gyermekekkel egy olyan nyilatkozatot aláírni, amiben lényegében azt vallották volna be, hogy a korábbi tanúvallomások az hamis volt. Így próbálták ezt az ügyet eltusolni, és ennek a személynek, K. Endrének adott kegyelmet Novák Katalin. Az ügy végig söpört majdnem az egész médián. Mert hogy a kormány közeli médiában erről aznap egy szót sem lehetett hallani. A 444-en a cikk február 2-án 10 óra 28-kor jelent meg, és néhány órával később már a legtöbb nagy sajtóban lehetett olvasni. Viszont az Origón még aznap délután 15 óra után se jelent meg semmi erről az esetről a címoldalon. Láthatunk mesztelen nőket, Orbán Viktorról szóló cikkeket, meg természetesen olyan anyagot, ami arról szól, hogy Brüsszel megtámadja Magyarországot. Na jó, de tételezzük fel, hogy az Origóban nem volt egyetlen olyan szerkesztő sem, aki megírta volna a Novák Katalinnal kapcsolatos botrányt. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt két nappal később az Origó címlapján. Itt rendkívüli hírként azt láthatjuk, hogy Amerika váratlan bejelentése döntheti el a háborút, szól pozitív propaganda arról, hogy a tanárok fizetése emelése mennyire jó, varázslatos helyekről is írnak, természetesen pucérnőkről kép most sem maradhat el, de ha rákeresünk arról a szóra, hogy Novák, csak a címlap közepe felé található egy Novák idézet, amiben az áll, hogy kiemelten figyelek a családokra, és a magam eszközeivel azon dolgozom, hogy a demográfiai fordulatot is elérjük. Botrányról azonban ezen az oldalon egy szót sem lehetett hallani. De nézzük meg Magyarország legolvasottabb lapját, az index.hu-t, hogy ők hogyan számoltak be Novák Katalin botrányáról. Mint ahogy említettem, február 2-án 10 óra 28-kor jelent meg a cikk a 444.hu oldalán, úgyhogy az Indexet aznap 13 óra 39-es mentésben láthatjuk a címlapot, és ahogy nézzük, hát Novák Katalinról itt sem esik egyetlen árva szó sem. Orbán Viktorról viszont igen, akitől azt idézik, hogy gyanús identitású szexaktivistákat küldenek az iskolákba, nekem ettől feláll a hátamon a szőr. Azért ez elég ironikus így a pedofil botrány kirobbanása után. Na de ha lejjebb tekerünk egy kicsit, akkor végre találunk egy Novák Katalinos cikket, amiben mi áll? Novák Katalin nagy változásokat jelentett be a Sándor palotában. Na de nézzük is, hogy mik ezek a nagy változások. Azt a posztot elemzik ki, amiben Novák Katalin elárulta, hogy január 1-től jelentős változások álltak be a Sándor palota működésében, és leírják, hogy kinek mi lett a pozíciója, és milyen további igazgatósági tagokat neveztek ki. Botrányról viszont továbbra sem esik egyetlen szó sem. Na de ne legyünk igazságtalanok, lehet, hogy az Indexbe se volt egyetlen egy olyan ember sem, akinek ideje lett volna megírni a pedofil botránnyal kapcsolatos ügyet. Nézzük meg, hogy mi volt az Indexen késő este a címlapon. Természetesen téma volt az orosz-ukrán háború, amiből azt emelték ki, hogy ma már lelkesen küldik a háborúba a féjikat az orosz anyák. De szót ejtenek, hogy erős konkurenciát kap Balázsék műsora a Manna FM-en, milyen botrány volt Berecki Zoltán fellépésein, újra megjelenik Orbán Viktornak az idézete, és ha nagyon görgetünk le a címlapon, itt megjelenik egy cikk, hogy Donát Anna szerint Novák Katalin a szörnyetegek mellé állt. Ennyi! Szinte a címlap alján találhatunk egyetlen cikket, amiben Donát Anna reakcióját olvashatjuk, de a botrányról továbbra sem találni semmit az index.hu oldalán. És hogy ez miért is annyira lényeges? Ha megnézzük a Gamius-nak az adatait, akkor a januári eredményekből láthatjuk, hogy a legolvasottabb oldal Magyarországon az Index volt. Ezt követi
teljesen szürreális módon a használtautók.hu, majd végül az Origo. Tehát mind az Index, mind az Origo benne van a top 3 legolvasottabb oldalban. Míg az Index kis hián 50 millió olvasót tudhatott magának januárban, addig az Origo több mint 30 millió olvasóval büszkelkedhet. Ha megnézzük a toplistát, hogy hol találkozhattak az olvasók először a Novák Katalinnal kapcsolatos botránnyal, akkor jól láthatjuk, hogy a 6. helyen szerepel a 24.hu, akinek szintén az Origóhoz hasonlóan közel 30 millió olvasója van, bár az olvasott cikkek száma jóval alacsonyabb, 102 millióhoz képest csak 82 millió, és 8. helyen áll a Telex, akinek majdnem 27 millió olvasója volt, és közel 70 millió cikket olvastak. Tehát jóval kevesebb emberhez jut el a 24.hu-n és a telex.hu-n megjelent cikkekből, így alapból jóval kevesebben értesülhettek arról, hogy mi is történt a Sándor Palotában, illetve a kormány közelében. A legjelentősebb szerepet ezúttal is az internet adta. A közösségi média segítségével juthatott el a botrány a legtöbb emberhez. És egészen addig, még a botrányról nem értesültek elegen, és nem volt elég az elutasítottság, a kormány és a propaganda gépezet nem is reagált az egészre semmit. Érdemes megnézni a Megafon által fizetett propagandistáknak a TikTok csatornáit, akik egyébként rendszeresen tesznek közzé videókat, hogy mi történt a botrány kirobbanása után. Trombitás Kristóf még január 31-én közzétett videót, Apáti Bencének szintén január 31-én jelent meg videója, ugye a botrány február 2-án robbant ki, és nézzük meg, hogy mi is történik a következő videókban. Itt láthatjuk Trombitás Kristófnak a videóját, majd január 31-e után egy február 5-i videó jelenik meg Dobó Istvánról. Ilyenek. Ki a faszom kapott ki a töröktől? Hát hívd már ide a törököt! Tessék, hívd ide a törököt! Hívd ide a törököt! Na de nézzük meg, mi jött ezután. Ha te balos szavazó vagy, akkor én most a helyedben nagyon ideges lennék. Pláne ha elhitted nekik, hogy a háborús szankciók majd bedöntik az agresszor Oroszország gazdaságát, sőt még Putyin is elbújdogolhat valahol a talján egy faházban. Apropó Putyin, nem az a hír terjedt róla, hogy a fiataloknak elege van belőle, mert miatta nincsen Meki meg Coca-Cola? Igen, nem hiszed el, orosz propaganda volt a válasz a Novák Katalin körül kirobbant botrányra. Na jó, de nézzük meg, hogy mit reagált az egykori balettáncos, Apáti Bence. Január 31-én még a klímavédőket kritizálta, majd ezt követően február 10-ig nem jelent meg semmi az ő csatornáján. De hogy mi jelent meg 10-én? Nézzük meg. Progresszió legújabb vívmánya, a műhús. Ami megállítja a klímaapokalipszist, ami lehűti a bolygót, ami újraépíti az ózonréteget. Plant-based meat is not only amazingly delicious, but it's also better for you. Igen, Novák Katalin lemondás előtt Apáti Bence a műhúst kritizálta. És még mindig egy szó sem esett a pedofil botrányról. És ebben a témában február 12-ig Apáti Bence meg sem szólalt, majd 12-én a lemondás után jött a mostató videó. Novák Katalin és Varga Judit is lemondott. Innen is köszönjük nekik a sok éves áldozatos munkát, amit a magyarokért, a magyar családokért, és legfőképpen a magyar gyerekekért folytattak. Novák Katalinban több felelősségvállalás és méltóság van egyedül, mint az egész baloldalban. Éppen ezért rohadtul képmutató, hogy a baloldal kimeri most nyitni a száját. Ők voltak azok, akik foggal, körömmel küzdöttek a gyermekvédelmi törvényen. Mi ebben a hitványságban nem fogunk részt venni. A Demokratikus Koalíció frakciója ebben gyalázatban nem kíván részt venni. Törgetem a Facebookot, és látom, hogy a baloldal most éppen a gyermekvédelem kapcsán hergel. De frankon, ezen kajakra felb***tam magam, úgyhogy dugcsizok már rát egy kicsit, hogy miért is kéne a baloldalnak ebben a témában húsba vágnia magát. Kossz! Mert ők azok, akik beengednék a Manus Gálcsikat a gyerekek közé. Igen, miután a kormány közeli propaganda belátta, hogy ez az ügy rájuk fog omolni, elkezdték a baloldal támadni, méghozzá azzal, hogy nem szavazták meg az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, amint tudjuk, arról szólt, hogy a homoszexuálisokat összemossák a pedofilokkal. Nos, ezekből a reakciókból, amit akkor adtak a baloldali politikusok, rendkívül jó videókat lehetett összevágni, csak hát igen, a választók fejében ez így mégsem állt össze, hiszen ha van erős gyermekvédelmi törvény, akkor hogy adhatott a köztársasági elnök kegyelmet egy
pedofil védelmezőnek. A kormány egyik legfontosabb eszköze, hogy mindent lemérnek. Mindenről készül közvéleménykutatás, hogy mit gondolnak a választók, melyik intézkedésüknek van pozitív, és melyiknek van negatív fogadtatása. Most sem történt ez másképpen. Kutatást végeztek arról, hogy ki hallott Novák Katalin kegyelmi döntéséről. És mint kiderült, azok, akik hallottak erről, azoknak is a 90%-a elítélte a volt köztársasági elnök döntését. Így hát nem maradt más választásuk, megpróbálták a rákos sejtet kivágni a testből, mielőtt az teljesen elterjedt volna. Orbán Viktor bejelentette, alkotmánymódosítást hajtanak végre, igen, alkotmánymódosítást mondott, alaptörvénymódosítás helyett, amiben bejelentették, hogy szigorítani fogják a gyermekvédelmet. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást. Ezt a videót azonnal közzétette minden propagandista, és ebből már sejteni lehetett, hogy a köztársasági elnöknek, valamint a kegyelmi döntést ellenjegyző volt igazságügyi miniszternek távoznia kell a közéletből. Én ki is posztoltam a Trombit, hát kurva jó, mondom, interjút csináltam itt Trombi barátom, doktor miniszterelnökkel. Tudjátok, milyen ez igazából? Mind amikor az ember léggitározik otthon, hallgatja az AC/DC-t, baszd meg, vagy a Led Zeppelint, Jimmy Page játszik, és én fölveszem magam, baszd meg, a TikTokra, hogy a tüzé, félmeztelenül, izé, gitározok, tudod, játszom a szólót, itt a megafonosok ott állnak, és akkor ott integetnek. Igen? És mondja, osztott képernyő, mint a beszélgetnének, doktor, miniszterelnök úrra. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. Miután a lemondás megtörtént, a kormány közeli sajtó megpróbálta azt propagálni, hogy náluk a döntéseknek igenis vannak következményeik. Néhány baloldali politikus igazán bejelentkezhetnek kölcsöngerincért Novák Katalinhoz és Varga Judithoz. Nekik ugyanis volt gerincük vállalni a felelősséget. Még annak a Szabó Tímának, aki a kegyelmi ügy kérdésében rikácsolva támadta őket, gerinc helyett tudod milyen van? Hát például a vigyorgós szelfie a híres pedó politikussal Daniel Cohn-Bendittel. Nagy mosolyt kérünk, Tímea! Addig se beszél. Ugyanígy mehetne gerincpótlásra a Kommancs Jámbor András is. Ugyanis nemrég nagy mennyiségű gyermekpornográf felvételt találtak a közvetlen munkatársának a lakásán. Szóval lemondás után egy nappal és még Magyar Péter interjú előtt már is megpróbálták a propagandisták azt eladni, hogy bizony a baloldal az igazán bűnös, és ők nem oktathatnak ki senkit erkölcsiségből, ugyanis Novák Katalin és Varga Judit példát mutatott az ő lemondásával. Ennek ellentételezéseként hozták fel például Jámbor András, akinek munkatársának lakásán körülbelül 70 ezer pornográf felvételt találtak, ami kiskorú gyermekekről készült. Igen, ám csak hát nem tudom, hogy belegondolnak azok, akik a nagy kommunikációs terveket szövegetik, hogy egyrészt Jámbor András munkatársának lakásán mi történik, az nem biztos, hogy Jámbor András hibája egyrészt. Másrészt az, hogy több tízezer gyermekpornográf felvételt találnak valakinek a lakásán, az nem biztos, hogy akkora hír azok után, hogy Kaletánál is több tízezer ugyanilyen felvételt találtak, és megúszta az egészet 500 ezer forintos büntetéssel. Kaleta Gábor akkori nagykövet megbízatását Szijjártó Péter javaslatára szüntette meg Áder János köztársasági elnök. Elsőként az Index írta meg vasárnap, hogy a volt diplomata egy nemzetközi gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekménybe bukott bele, akik a WhatsApp nevű csevegő applikáción keresztül küldözgettek egymásnak kiskorúakról készült pornográf felvételeket. Tehát Kaleta Gábornak 500 ezer forintot kellett fizetni azoknak a képeknek a tárolásáért, és igen, végül is, ha jogilag nézzük, ő nem nyúlt a gyermekekhez, de valószínűleg azok a gyerekek, akikről ezek a felvételek készültek, egy életre megnyomorodtak, és ezt nem kárpotolja 500 ezer forint. Viszont hiába próbálták az egész ügyet teljesen szürreális módon a baloldali politikusokra kenni, ez nyilvánvalóan nem sikerült, ezért tovább folytatódott a közéleti kabaré. A sajnos be kell látnunk, hogy az ellenzéki pártok ebben a témában nem tudtak igazán nagyot gurítani, és nem is nagyon tudták választókat megszólítani. Viszont történt egy nem várt bejelentés influencerektől és youtuberektől. Tüntetés. Tüntetni fogunk, mert felháborodtunk eléggé. Felháborodtunk annyira, hogy hajlandóak legyünk felállni ettől az asztaltól és kimenni az utcára, mert nincs azzal vége.
ennek a sztorinak, hogy lemondott a Novák Katalin és a Varga Judit. Bedögték őket a busz alá, köszönjük szépen, ők is felelősek. Miatt függetlenül nem érezzük úgy, hogy ezzel megoldódott volna a kiszolgáltatott gyerekeknek a sorsa. És nem egyedül szerveztük, hanem ezt most, ez egy összefogás. Potyondi Edina, Gulyás Márton, Osváth Zsolt, Bányai Judit, Fancsikai Eszter és Tapasztó Orsi és Baukó Attila. Azaria. Miután 9 magyar influencer bejelentett, hogy tüntetés szervez a Hősök terére, a gyermekvédelem miatt már sejteni lehetett, hogy ennek bizonyára nagyon nagy visszhangja lesz a magyar közéletben, és erre a propaganda sajtó is készült. A Mandineren például az jelent meg, hogy durva erőszakra készülnek a pénteki tüntetés résztvevői, ami abból indult ki, hogy valaki a Redditen megosztott egy viccesnek szánt posztot, hogy mit vigyenek magukkal a pénteki tüntetésnek a résztvevői, és ebben olyan volt, hogy például vigyenek magukkal párnát, ha esetleg le kell ülni az oktogonon, meleg teát termoszban, meg protein és műszi szeletet. Szóval, aki egy kicsit gondolkozik, az látható, hogy a poszt írója ezt poénnak szánta, de persze jobb az ilyenekkel nem poénkodni, mert láthatjuk, hogy mit csinál a propaganda sajtó. Az influencerek hívószavára végül több mint 150 ezer ember gyűlt össze a Hősök terén és a környékén. A Dózsa-György úton is rengetegen álltak, az Andrássy úton pedig hosszasan állt a sor, és olyan sokan voltak, hogy a legtöbben nem is hallották, hogy milyen beszédek hangzanak el a színpadon. A propaganda sajtóban a tüntetésről való beszámoló meglehetősen érdekesre sikerült. Az egyik legolvasottabb lap, az Origó például azt emelte ki, hogy milyen nevetséges Potyondi Edina beszéde olyan kevés tapsot kapott, hogy Gulyás Márton fel is háborodott. De aki ott volt, az persze tudja, hogy Potyondi beszéde nem azért kapott kevés tapsot, mert hogy ne tetszett volna a beszéd, bár ez elég hülye kifejezés, hanem azért, mert miközben Potyondi Edina beszélt, a Hősök terén az emberek sorra emelték fel a telefonjaikat a világító kis lámpával, és az egészen sötét tér Potyondi Edina beszédének a végére fényárban úszott. És az emberek nem azért nem tapsoltak, mert ne szerettek volna, hanem azért, mert éppen a telefonjukat tartották a magasba. Látjuk, hogy sokan vagyunk! Látjuk, hogy az emberségnek, a szolidaritásnak, a normalitásnak is van bázisa. Ha ezt a kiállást nem az utolsó előtti lépésnek látjuk, hanem az elsőnek, akkor újra van remény. Van egy ügyünk, amiben minden jó érzésű ember a társunk lehet. Állítsuk magunk mellé a magyar társadalmat! Állítsuk a bántalmazottak, a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé a magyar embereket! Leginkább az árva és szegény gyerekek mellé, akiknek nem csak a fizikai és lelki biztonsághoz van joguk, hanem joguk van egy olyan országhoz, ahol nem a közöny és nem a gyűlölet uralkodik. Köszönöm! De persze a propaganda sajtónak ez teljesen mindegy. Neki csak az a lényeg, hogy olyan tartalmat tegyenek közzé, amivel a valóságot teljes egészében megcáfolhatják. A tüntetésről való beszámolók másik érdekessége, hogy a legtöbb tüntetés a korábbi években azzal fejeződött be, hogy elkezdtek a tüntetők vonulgatni a városon keresztül kasul, és üres épületeknek ordibáltak. Nos, ez a tüntetés viszont kivétel volt, és itt az emberek a szervezők kérésére fogták magukat, és békésen elindultak hazafelé. Csak néhány ember volt, aki hát kihasználta azt, hogy a Hősök tere meglehetősen közel van a Fidesz székházhoz, és elmentek a szintén üres épület elé ordibálni, mintha ennek
bármi értelme van. Viszont az üres épületnek való ordibálás az egy kiváló lehetőség volt a propaganda sajtónak, hogy megírják, hogy erőszakba torkollott a tüntetés. Az azóta megszűnt Pesti TV egyik arca, Ferrágt Ádám pedig rendkívüli bejelentkezést is tett, hogy hogyan menekítették ki őket a rendőrök a békés tüntetők közül. Nyugi, nem én vezetek. A lényeg az, hogy most ért véget a tüntetés legalábbis számunkra, és az operatőr kollégát konkrétan megtámadták. Az történt, hogy elindultunk hazafelé. Elmondtam szépen egy ilyen videóban, hogy tök békés volt, ott a középpontban azért megkezdtek agresszívan viselkedni, az úgy oké, okay, belefér. Amikor pedig elindultunk a hazafelé, kaptunk egy fülest valakitől, hogy megostromolták a tüntetők a Fidesz székházat. Aztán valaki élőben nézte, hogy ott valamit próbálnak, ezek ugye a békés tüntetők, aki egy pártpolitikamentes tüntetésen. És elkezdtünk hátrálni a rendőr sorfal mögé. Tehát képzeld el azt a helyzetet. Képzeld el azt a helyzetet, hogy a békés gyermekvédelemért tüntetésen veled szemben van kb. 300 tüntető, az arcodba ilyen távolságra nyomják a kamerát, tehát ez a távolság, és meg ami van éppen, és ordibálnak veled, meg jönnek oda. Az egyik srác azt mondta, felhívott valaki, és azt mondta, hogy a Huth Gergő, és mondta, hogy ő látta az élőben, hogy a fülemet nyalogatta az egyik srác oldalra, nem is éreztem, mindig hipóval fogom megmosni. De nem csak Ferrágt Ádámot, hanem Orbán Viktort is kinevették. Az interneten megállíthatatlanul terjedt a pedofil botránynak a híre, és ez még Orbán Viktor Facebook oldalán is meglátszódott. A miniszterelnöknél mindig durván vezetnek a lájkok aránya, amit leginkább azzal érnek el, hogy fideszes politikusok oldalaival bekedvelik a miniszterelnöknek a posztját. Viszont miután hosszú hallgatás után a miniszterelnök közzétette az első posztját, miszerint a kormány munkába van, most először a nevető fejek vezettek a Facebook posztja alatt. Innen már lehetett látni, hogy a kormány és a propaganda sajtó bármiben próbálkozik, a megítélésük átfordult egy negatív irányba. Az ügy miatt még Balogh Zoltánnak is le kellett mondania, akinek először ez eszeágában se volt. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. De vagy az egyház, vagy kormányzati nyomás hatására ezt végül a tüntetés előtt egy órával megtette. A kormányzati kommunikáció most először volt olyan, hogy gyakorlatilag nem lehetett tudni, hogy mit csinálnak. Kibukott, hogy valójában a Fidesznek a rendszere is gyenge. A probléma viszont az, hogy a másik oldalon nem áll egy olyan erős csapat, aki ezt a gyengeséget meg tudná fogni, és ki tudná használni. Több ellenzéki párt és tüntetés szervezett, és egészen szürreális módon nem a gyermekvédelmet emelték ki, hanem azt, hogy legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Miért? Pedig most van igazán lehetőség arra, hogy kicsit megfogják a kormánypártokat, és az ellenzéki pártok is erősödni tudjanak. Teljesen szürreális volt az is, hogy a tüntetés szervező influencerek 25 millió forintot szerettek volna összegyűjteni az utcáról lakásból egyesületnek, hogy egy hajléktalanságban élő, gyermekotthonban nevelkedett személy ismét biztos lakhatáshoz jusson, és újra tudja kezdeni az életét. A helyben, valamint utalásokkal végül 219.206.539 forintot sikerült összegyűjteni, azaz a tervezett összegnek majdnem a tízszeresét. És ami ebben az igazán szürreális, hogy ezzel párhuzamosan a Megafonnak a propagandistái több 10 millió forint összegben hirdettek azért, hogy milyen erőszakos volt ez a tüntetés. Megértem, tényleg elég cringe ez a banda. De semmi baj, Pressman bácsi alapjában van másik! Itt van például Donát Anna tanácsadója, aki csak káromkodva tud beszélni. Miért nem szívott ki a retkes, büdös vagy a Gyurcsány kanapéjára hívó Zsolt. Csittő mellettem Gyurcsány Ferenc. MZP kampány biciklit toló Ádám. Volt lehetőségem beszélgetni Márki-Zay Péterrel. És persze Soros kedvence, Marci. Igen, végsősorban valószínűleg ott van a sornak a végén Soros György is. Egy bibi van velük, a hitelesség. Ők ugyanis évek óta full maxon tolják a transgender propagandát. De se baj, Pressman int egyet a varázspálcájával, és a genderaktivistákból hip-hop hamar gyermekvédő lesznek.
Na persze, ne nézzetek már hülyének gyerekek mindenkit, ez is csak egy valós pünci, mint az összes többi. Ami viszont az elmúlt időszakból kiderült, hogy a propaganda sajtónak nem igazán abban van az ereje, hogy lejárassa az ellenoldalt, hanem abban, hogy a fontos híreket ne közölje egyáltalán a hírolvasókkal. A Telex újságírói például ellátogattak Kunszen Miklósra, ahol a Fidesz legutoljára több mint 70%-kal tudott nyerni, és megkérdezték a helyeket, hogy mit szólnak a kegyelmi botrányhoz. A videóból kiderült, hogy olyan is van, aki egyáltalán nem tudott arról, hogy mi ez a kegyelmi botrány, és arról sem hallottak, hogy Novák Katalin lemondott. Az igazán nagy feladat tehát, hogy a valóság eljusson azokhoz, akik leginkább a közmédiát, az Origót, vagy Magyarország legnagyobb híroldalát, az Indexet olvassák. Hallott róla, hogy lemondott a köztársasági elnök? Nem. Nem hallotta? Nem. Mit szól hozzá? Hát sajnálom. Nagyon sajnálom, és most hallom először. Hogy ide, és hogy lemondod? Miért mondott le? Volt egy ilyen kegyelmi ügy, azt nem hallotta? Nem, én csak a gyerektörvényről hallottam, hogy most hozzák rendbe a gyerektörvényt, hogy itt nem problémák vannak ezek a buzikkal. Jól látható, hogy a Fidesz az elmúlt években tudatosan vásárolta fel a médiát, vagy alakította át úgy, hogy csak az általuk fontosnak tartott hírek jussanak el a választókhoz. A híroldalaknak, valamint a Megafonnak jól láthatóan egy kihívójuk van, és azok nem mások, mint az influencerek. De jól láthatóan a kormánynak már erre is van válasza, hiszen állami tőke és neres kötődési magántulajdonosok is vannak a Post4Rent piacvezető ügynökségben. Így a közvéleményt elsősorban olyan influencerek fogják tudni formálni, akik nem függnek a reklámbevételüktől. Ha ugyanis egy Post4Renten leszerződött influencer például politikai véleményt mond, azokat megfoszhatják a reklámbevételeiktől. Az olyan youtuberek viszont, akik meg tudnak élni például a stand-up előadásaikból, a nézettségből vagy a támogatóikból, nekik nem kell félni a későbbiekben sem, hiszen szabad véleményt mondhatnak el a csatornájukon. Az elmúlt egy hónap tehát arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy támogassuk a független médiát. Legyen az egy online lap, vagy akár egy YouTube csatorna. Az, hogy mi lesz ennek a kegyelmi botránynak a vége, azt most még nehéz megmondani, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján nekem az a véleményem, hogy a Fidesz újra meg fog tudni erősödni, és azok a választók, akik most elpártoltak tőlük, vissza fognak menni hozzájuk. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy érdekesnek tartottad, hogyha igen, akkor mindenképp nyomj egy lájkot, a véleményedet pedig lent a komment szekcióban fejteted ki. Azt is megköszönöm, hogy feliratkozol, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is minden jót, szia!